Molnár Ferenc talán a legfantasztikusabb író, aki valaha élt a Földön, mondta azt, hogy tulajdonképpen csak magunkból tudunk írni, csak magunkból tudunk színházat csinálni. És egyre inkább azt érzem, hogy ez így van az én esetemben is, és ez nem csak önéletrajzi dolgokat jelent, amit mondjuk a legénybúcsúban írtam, hanem jelenti azt, hogy hoz magával az ember valamit, jelesül én a futball szeretetét és a régi idők szeretetét. És ez szépen összegyúródik abban, amikor az én nagyapám hosszasan beszélt nekem gyerekkoromban Puskás Ferencről, az aranycsapatról, abban, ahogy amióta az eszemet tudom, szeretem a focit, és abban, hogy egyre inkább azt érzem, hogy egy nagy komoly küldetésünk az, hogy új és új magyar zenés darabokat írjunk. Sok okból kifolyólag. Természetesen az egyik oka az, hogy ezt szeretik a nézők, és értő és hallgató fülekre talál. A másik oka az, hogy nagyon szépen lehet történetet mesélni így, és itt a Puskás esetében van egy olyan ok is, hogy nagyon szükségszerű olyan emberekről beszélnünk a színház nyelvén, mint Puskás Ferenc. És nagyon jó érzés is. Egy szép élet, becsületes élet, közben pedig egy kicsit pimasz is, csavaros eszű, mint amilyennek mi magyarok szeretnénk képzelni magunkat. Ebben az előadásban van kb. 30 megszólaló szereplő, kb. 50 táncos, egészen pontosan 52, és 30 gyermek, tehát jócskán 100 fölé rúg a száma a színpadon lévőknek. De közön pedig még van egyszer ennyi ember hátul, akik azért dolgoznak, díszítő kollégák, kellékesek, öltöztetők, hangosítók, világosítók, stb. Akik azért dolgoznak, hogy ez az előadás nagyon, igen, őket kézben kell tartani, őket vezetni kell, ezért én azt mondom, hogy nekem óriási szerencsém, adományom a Jóistentől, hogy a darabokat is én magam, vagy az én és az én csapatom írja, ezért aztán már az íráskor körvonalazódik minden olyan dolog, ami majd a színpadon fog történni. Nekem ez érzésem szerint nagyon megkönnyíti a rendezői munkámat. Az előzetes tervünk az volt ezzel az előadás, hogy a Hősök terén mutatjuk be. Ez nem valósult meg, és nem is bánjuk, hogy nem valósult meg. Vigyáznunk kell egymásra, egy ilyen évet írunk. Most reméljük, a jövő év már nem lesz ilyen. Az Erkel Színházban be tudtuk mutatni az előadást, most is arra készülünk, de közben pedig természetesen ott van a kisvagyunkban hátul, hogy ez majd bizony-bizony futballstadionokban is el fog jutni ez az előadás. Hogy hány ember elé, ez egy jó kérdés, mert mindeközben ez mégiscsak egy színházi előadás. Tehát nekünk úgy kell belülni majd a nézőszámot ezekben a stadionokban, hogy érezhető legyen az, hogy ez tényleg nagyon sok ember nézi, nagyon sok ember energiája gyűlik össze, és koncentrálódik Puskás Ferenc köré, mert ennek az egész darabnak valójában a lényeg az, hogy az egyik legnagyobb magyarról mesélünk el egy történetet, és ezt minél többen vagyunk, annál izgalmasabb és annál energikusabb tud lenni. Úgyhogy szeretnénk, hogyha egyszer nagyon sok ember is láthatná, természetesen azokon a határokon belül, hogy még mindenki számára élvezhető legyen, olyan távolságból játsszuk az előadást, hogy mindenki számára élvezhető legyen. Óriási volt az érdeklődés az augusztusi előadásokon, és éreztük, hogy ha úgy adja a helyzet, a világhelyzet, és tudunk sok előadást játszani, akkor szükséges lesz egy másik szereposztásra is. Természetesen azért is, hogy mi is biztonságban legyünk, hogyha véletlenül valaki ne is legyen beteg, de mondjuk 10 napig otthon kell lennie, vagy adott esetben egyeztetési zűrzavarok támadnak, szóval legyen mindenből egy másik szereposztásunk is. Így aztán egy castingot hirdettünk, amire majdnem 500-an jelentkeztek, tényleg egy hatalmas szám, és ott voltak majdnem azt mondom, a szakma majdnem az összes legjobbja, mert a többi, aki még a legjobbja, az már benne volt erre az előadásban. Úgyhogy így Kocsis Dénes csatlakozott hozzánk, például Puskás Ferencként, Pesák Ádám csatlakozott, Ciborként, Simon Pannabog is, a csapattagja lesz Peller Károly is, a csapattagja, és Szepesi Györgyként pedig Guntel Takás Gábor csatlakozik majd hozzánk, és még sokan mások persze.